itt volt már 17-8 évesen, mondtam apukámat, felhívtam Brisbane-ből, hogy akkor köszönöm szépen, eddig akkor én most már a saját lábomon dolgozok a telemarketing cégnél, jól keresek, 1 millió jent összespóroltam, és akkor 19 évesen kezdtem az első cégemet, ez egy magyar palacsintázó volt Oszakában. És az összes üzleti tanácsadásnál, mentorálásnál, bármi hasonlónál, amikor jön hozzám egy cég, akkor ezzel szoktam általában indítani, hogy megnézem, hogy az ő szolgáltatása, vagy az ő terméke, ugye a versenytársakéhoz képest, az hol van. Tehát ő ad-e valami pluszt, és hogyha igen, akkor mit? Ha nem, akkor mi az, amit adhatna? Akik nálam, akik nagyon sok embernél sokkal okosabbak, 150 IQ fölötti, akik egyetemben tanítanak gazdaságot, ők sokkal jobban tudnak számolni pénzt, de viszont nagyon sokszor hónapról hónapra élnek. Ezt akartam mondani, de nincs mit számolniuk általában. Igen. És aztán már, amikor már nem bírtam, akkor az első szobalányja felvettem, és akkor így építettem fel majdnem 200 lakásra. Szóval nagyon érdekes ez a programozás, ami egyébként végbe megy, és nem csak gyerekként, hanem ugye most felnőttként is folyamatosan ki vagyunk előttéve. Fiatal lennél, ez kicsit furcsa kérdés, ne haragudj! Szóval ha 20 éves fiatal lennél, és lenne, nem tudom, 50 millió forintod, akkor mibe fektetnéd ezt az 50 millió forintot?